Az ilyen hurikára készülnek az emberek Floridában. A trópusi ciklon szerdán érheti el az amerikai állam déli részét. Florida egészére szükségállapotot hirdettek. A Guardian szerint 2,5 millió embert felszólítottak, hogy hagyják el otthonukat. Evakuáljanak, amikor parancsot kapnak, és készüljenek fel a viharra, szólította fel a lakosságot Joe Biden amerikai elnök, hozzátéve, hogy 3 városban már meg is történt az evakuálás, minden rendezetten zajlott. Az ilyen hurikán Kuba felől közelít Floridához. Az állami áramszolgáltató szerint kedd este sehol sem volt áram a Karibi-szigetországban. Pinar del Rio tartományból a kormány becslései szerint mintegy 50 000 embert evakuáltak. A hurikán mintegy 1,5 órán át tombolt a tartománnyal azonos nevű városban, házakat rombolt le, a víz elárasztotta az utakat. Ez a nő azt mondja, hogy a házuk összedőlt, a gyerekeket az ágyak alól húzta ki, még száraz ruhájuk sincs. A Havannától 170 kilométerre lévő Pinar del Rio utcáit szemét és törmelék borítja, de körülbelül 90 km/h szélsüvített a kubai fővárosban is. Az ilyen 2-es fokozatú hurikánként érte el Kubát hétfőn, Floridában már 3-as vagy 4-es fokozatúra erősödhet a hurikánfigyelőszolgálat szerint.